Szánalmas színjátéknak nevezte az ellenzéki képviselők tavaly decemberi köztévés tüntetését Volner János. A Jobbikból kivált és a Mi Hazánk mozgalomhoz csatlakozott képviselő elnézést kért a választóktól az ellenzéki politikusok viselkedése miatt. Volner János, a Mi Hazánk mozgalom képviselőjét köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok! Kezdj csak a mi esti! Miért érezte szükségét ennek a bocsánatkérésnek? Fontos azt látni, hogy mi országgyűlési képviselők vagyunk, a minket és a pártjainkat a választók azzal tiszteltek meg, hogy bíztak bennünk és ránk szavaztak, így kerülhetünk az országgyűlési képviselői székbe, és ezt szerintem nem szabad megcsúfolni és hálátlannak lenni a választók felé azzal, hogy ócska színész ripacsok alakítását láthatjuk most jó néhány politikustól, Jobbikostól a DK-sig közösen összefogva, korábbi elveiket, korábbi értékrendjüket feladva, egymással közösen elképesztő jeleneteket rendeztek. Most hadd emlékeztessek néhány ilyen dologra, amikor az egyik képviselő hölgy nekifutott egy zárt ajtónak, lebuktatta őt egy másik kétlábú járó mikrokozmosz, aki mobiltelefonnal rögzítette az egészet, hiszen most a mobiltelefon és az önmegvalósítás időszakát éljük, és ő azt hazudta, hogy a biztonsági őrök rárúgták az ajtót, és emiatt megsérült a térde, aztán látványosan a nadrágon kívül elhelyezett a térdén egy kötést. A másik képviselő megpróbálta félrevezetni a közreményt azzal, hogy őt megverték az MTVA biztonsági őrei, és nem is részletezem ezeket az elképesztő hazugságokat, amik történtek. Ez mindannyiunk megcsúfolása, minden képviselőnek szerintem egy ilyen, aki egyáltalán komolyan gondolja azt, hogy ő képviselni szeretné a választóit, ez rosszul esik. Mi az igazi problémája ezzel a közvélemény félrevezetése, a hazugságok, tehát a hazug kampány vagy propaganda a külföldi és a magyar sajtó felé, vagy pedig a képviselői méltóságra vett rossz fényt az, ahogyan viselkednek ezek a képviselők? Gondoljon bele, miről is van szó. Oda megy egy rakás ellenzéki képviselő az MTVA-hoz, és utána azt mondják, hogy a hírhamisítás ellen szeretnének tiltakozni, és utána kiderül, hogy ők maguk próbálják a híreket hamisítani, hiszen, ahogy a kamerafelvételek lebuktatják őket, megpróbálnak áldozati szerepbe kerülni, mintha országgyűlési képviselőket bárki is bántalmazott volna, mintha ők maguk lennének az áldozatok, és elkezdenek valami penetráns módon össze-vissza hazudozni. Ez az első problémám. És azért hadd emlékeztessem arra, én nemrég gyakorlatilag a süllyedő hajón a végső pillanatig kitartva megpróbáltam visszakormányozni a saját akkori pártomat, a Jobbikot a helyes irányba. Ebben kudarcot vallottam sajnos, hiszen engem akkor, amikor megpróbáltam ezt megtenni, már aznap kizárt a parlamenti frakció a soraiból, akkor azt mondták, hogy Volner János hazudik, a Jobbiknak nincs szándékában összefogni a baloldali pártokkal. Tessék megnézni, 2 hónap kellett hozzá, hogy teljes legyen a balliberális pártok nagy koalíciója, és azért hadd jegyezzem meg, hogy nekünk a Mi Hazánk mozgalom képviselőinek, akik nemzeti ellenzéki párt vagyunk, nagyon rosszul esik az, amikor a teljes ellenzéki egységről és a teljes ellenzéki összefogásról beszélnek, én ezt kikérem magamnak. Én ennek nem fogok soha részese lenni, mindent feláldoztunk a Mi Hazánk mozgalom képviselőiként annak érdekében, hogy a nulláról egy üres pártkasszával rendelkező pártot megpróbáljunk fölépíteni azért, hogy legyen a Fidesznek egy nemzeti érzelmű ellenzéke is, és egy tisztességes politikát folytassunk. És még egyet hozzá szeretnék tenni, hogy nem szabad részt venni abban a troll ripacskodó üzemmódban, amiben most az ellenzéki pártok mindegyike a Mi Hazánk mozgalmon kívül részt vesz. Ez egyszerűen nem ez a feladata egy politikusnak, hanem az, hogy egy hazafiast versenyt folytasson a hatalom megszerzésért, azzal, hogy tisztességes politikát folytat, és az ország a javára próbál tenni oly módon, hogy erről meg tudja győzni a választókat is. Ugye most a decemberi eseményekről beszéltünk, és a közmédiánál lezajlott jelenetekről. Jelen volt a mai rendkívüli parlamenti ülésen is? Igen, természetesen én országgyűlési képviselő vagyok, nem azért lettem az, hogy kivonuljak a parlament üléseiről, vagy éppen ne vegyek részt a munkában. Elmentem természetesen, és el voltam borzadva azon, hogy közösen tesznek esküt a DK képviselői, a liberálisok és a jobbikosok egymással karöltve. Most már gyakorlatilag nyíltan létrejött a balliberális egységfront. Ne csodálkozzunk azon, hogyha tovább fog gyöngülni az ellenzék, hiszen ezt az ellenzéki elvtelenséget a választó részint azzal hálálják meg, hogy
hogy nem fognak elmenni kellő számban az ellenzéki pártokra szavazni, részint azzal, hogy más pártot fognak maguknak választani. Tehát ön szerint ide vezet ez a NASZ, azt hiszem, hogy egy Facebook bejegyzésében írta azt, hogy ezekben a napokban üli NASZ-át a nemzetügyét eláruló Jobbik a baloldallal, nem is akár, hogyan ön azt mondta, hogy erre az általuk rabszolgatörvénynek nevezett munkatörvénykönyv módosításra piócaként rátelepettek. Hova vezet ez a NASZ? Én attól tartok, hogy oda, hogy az a teljes elvtelenség, hogy a Jobbik megfeledkezik a jobboldali gyökereiről, megfeledkezik a nemzeti hagyományairól és gyökereiről, a baloldal úgy tesz, mint a Schneider Tamásban, a Jobbik jelenleg regnáló elnökében, nem a nácit és a skinheadet látná, hanem egy tisztességes demokratát, és mindenki úgy tesz, mintha ez teljesen helyén való lenne ez az együttműködés, de gyakorlatilag itt tényleg arról van szó, és számomra ez egy agyrém, az előbb erről beszél Dózs Tamás, hogy Soros György mozgatja hátulról a szálakat, gondoljon bele, én magam hoztam arra tárgyi bizonyítékokat, hogy a Jobbik egyetlen konferenciájáról 4 Soros Györgyhöz közvetlenül kötődő ember is megfordul. Itt valóban arról van szó, hogy Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnök helyettese, a politikai magatartását tekintve úgy viselkedik, mintha a CIA által beépített ügynök lenne. Magyarország számára határozottan káros az, amit ezek az emberek tesznek, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen, amely megmaradt nemzeti érzelmű tisztességes, szakmailag megalapozott előterjesztésekkel politizáló ellenzéknek Magyarországon. A mostani jobbikosok, talán éppen Jaka Péter a szóvivőjük, éppen az Orbán kormányra mutogat újjal, azt mondja, hogy ők azok, akik bebújnak a Soros álca mögé, és hogy minden mögött, illetve minden akció mögött Soros látják. De akkor ezek szerint önök ezt nem így gondolják? Nézze, Soros György személyének a megismertetése és az ő káros tevékenységének a megismertetése az a nemzeti radikalizmushoz kötődött, annak idején még Csurka Istvánék vezették be ezt a gondolatkört, és mutatták meg a Soros György által finanszírozott üzleti és egyéb szabadkőműves körök káros tevékenységét, aztán a Jobbik ezt folytatta, de amikor valamiért bekövetkezett Vona Gábornál és a vele tartó árulóknál ez a baloldali, balliberális fordulat, onnantól fogva a Jobbik ezekkel a kérdésekkel egyáltalán nem foglalkozott, és teljes egészében most már látható, hogy gyakorlatilag egy balliberális párttá vált a vezetői jóvoltából. Nem csoda, hogy a választók erősen megbüntetik a Jobbikot, ha most a népszerűségi ranglistákra gondol, a közélemény kutatásokra, ott azt lehet látni, hogy 500 000 szavazót veszített fél év alatt a párt, ennek ez a következménye. Milyen parlamenti politizálásra számít az elkövetkező időszakban? Hát az ellenzéknek a többi részétől, ettől a balliberális tábortól továbbra is arra, hogy botránypolitizálásba menekülnek, ha most megnézi ezeket az embereket. Csak hadd mondjak önnek egy példát. Én nagyon nem szerettem Horn Gyulát, nagyon nem szerettem az ő miniszterelnökségét, én tragédiaként éltem meg, de Horn Gyula vajon csinált volna olyasmit, hogy elkezd hisztizni, földhöz vágja magát, neki szalad egy zárt ajtónak. Hát ő egy másfajta karakter volt, ő egy vezérkaraktere volt a baloldalnak. Ezek az emberek meg, akik most a baloldali pártokat vezetik, beleértve most már sajnos a Jobbikot is, inkább a politika jellemzően harmadik vonalas politikusai közé tartoznak, nem tudnak fölnőni a vezetői szerephez, és ezt megpróbálják botránykeltéssel kompenzálni. Mi az oka annak, hogy éveken keresztül dolgoztak az úgynevezett összefogáson, de úgy tűnt, hogy antagonisztikus ellentét feszül egyes politikai erők között, és most mégis megszületett a nem teljes összeellenzéki fellépés, hiszen valóban a Mi Hazánk mozgalom képviselői nem csatlakoznak ezekhez az akciókhoz, de rajtuk kívül gyakorlatilag szinte az összes ellenzéki párt részt vesz ebben, és hogy mindenki félretette most 2019. januárjája az averzióit. Hát hadd mondjam el, hogy én belülről a Jobbikot látva azt látom, hogy nekünk egy nagyon komoly munkák volt abban, hogy a Jobbik balra tolódását és a nemzeti értékrend elhagyását azt ne engedjük meg. És azért voltunk a pártnak erős emberei, hát én magam is nyilván Vona Gábor után így a legerősebb emberek közé tartoztam, akik megpróbálták ezt a folyamatot fékezni egészen addig, amíg lehetett. És amikor megkérdezi tőlem valaki, hogy miért vártam eddig a Jobbikból történő kilépéssel, többek között azért, hogy ezt a rendkívül negatív, az ország számára is egyébként káros folyamatot kompenzáljam és megpróbáljam ellensúlyozni, de amikor egyszer ön kérdezett meg ebben a stúdióban, hogy mit gondolok, hogy létrejönne a balliberális összefogás, akkor én nagyon optimista módon azt mondtam önnek, hogy 2019
őszére az önkormányzati választásra létre fog jönni, de ezt őszintén meg kell mondanom önnek, hogy tévedtem, még engem is meglepett ennek a hevessége és gyorsasága, hiszen 2 hónappal a Jobbikból való távozásom után, miután már nem maradt erős nemzeti érzelmű embere a pártvezetésnek, már bekövetkezett ez a teljes balra tolódás. Volner János, köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Rövid szünet után jövünk vissza a második részben Szántó Miklóssal, az Alapjogokért Központ igazgatójával.